Hogy meddig fokozható a nosztalgia, arra remek választ kaptak az autók és motorok szerelmesei szombaton, hiszen hosszú kihagyás után újra megrendezte csillagtúráját a Pázmándi Veterán Autó Egyesület. A találkozó keretében Székesfehérvárra látogattak. A résztvevők között voltak fiatalok és örök fiatalok, friss jogosítványú ifjak, akik eddig a veterán autó hátsó ülésein utaztak, ma sofőrként vagy saját autóval érkeztek. 41-nél járművel érkeztünk, egy kicsit kevesebben jöttek, mint amire vártunk, de hát ez köszönhető a nagyon nagy melegnek. Sokan az utolsó percekben mondták vissza, mert hogy nagyon meleg van, és ő sem bírja, emberileg sem, meg az autók sem biztos, hogy kibírták volna nagyobb távságra ezt a iszonyatos hőséget. Az idei találkozó különlegessége volt, hogy a csapat élén ismét Récsei Norbert plébánost köszönthettük, aki amellett, hogy alkalomról alkalomra megáldja a veterán autósok közösségét, idén maga is nyeregbe pattant és elkísérte a túrára a csapatot. 2014-ben lettem a Velence-tó környékére helyezve. Nekem akkor megvolt a veterán kis járművem, egy MZ trofim, és fölhívott a Kerkuska úr, hogy szeretne egy papi áldást a járművekre, van egy ilyen veterán, és mondja, jaj, de jó, hát nekem is van éppen veterán járművem, és innentől kezdve mondanám azt, hogy minden évben meghívtak, hogy áldjam meg a járműveket. Nényei Zoltán főorvos budapestiként csatlakozott a közösséghez, s a mondó hivatása a hippokratészi eskü és a veterán autók tisztelete összetartozik, hiszen kardiológusként az egyik fő feladata neki is a karbantartás, ahogy ezt az autókkal is teszi. Igaziból ez egyfajta hűség. Tehát azt gondolom, hogy aki egy autót hosszú távon üzemben tud tartani, az autójához is, de egyéb dolgokhoz is talán hűséges tud lenni. Nekem ez az egyik gondolatom. A hippokratészi eskühöz pedig talán úgy kapcsolódhat, hogy ezt is gyógyítgatni kell az autót, karban kell tartani, kontrollra kell vinni. A találkozó ismét megerősítette, hogy ez a hobbi egyben életforma is, hiszen a veterán autó tulajdonosok mindennél jobban megbecsülik a múltat, az autó évekig tartó szerelése, felújítása során pedig egy összetartó, családias közösséget alkotnak.